Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. május 31-én, este 7:30-kor. Bábelőadás, lufi hajtogatás és kézműveskedés. Több százan vettek részt a Kalocsa Jövőjért Egyesület gyermeknapi rendezvényén. Augusztus végére felújítják a Vidacs utcai játszóteret. Filvi Géza 200 milliós játszótér fejlesztési programot jelentett be a gyermeknapon. Jó hír a dunamenti települések lakóinak. Megkezdődik a szúnyoglárvák és szúnyogok gyérítése. Vasárnap másodízben tartotta meg a Kalocsa Jövőjért Egyesület a gyermeknapi programját. A nagyszerű rendezvényen bábelőadással, koncerttel, bűvészprodukcióval, népi játszótérrel, játékos foglalkozással, népművészeti kézműves sarokkal, arcfestéssel, lufi hajtogatással, pizzaebéddel és üdítővel, sőt motoros furikázással kedveskedtek a kicsiknek a szervezők. A gyermeknapnak újból a Csillás Park adott helyet. A 10 órakor kezdődő rendezvényre folyamatosan érkeztek a családok, több százan gyűltek össze, kicsik és nagyok, és próbálták ki a jobbnál jobb népi játékokat. Volt csigaverseny, patkódobálás és kuglizás is. A szülők mellett a nagyszülők is aktívan részt vettek a programon. Fél órája jöttünk, úgyhogy nagyon örülünk neki. Élvezik a gyerekek, és ez a lényeg. Mit próbáltak már ki a gyerekek? A horgászatot, ezt a tekepályát, akkor a hintát, úgyhogy most még egyelőre itt tartunk. Meg a motorosokat nagyon néztük. Hiszen a Kék Lovagok motoros klub tagjai is jelen voltak a rendezvényen, a gyerekek ámulva nézték a kétkerekű járgányokat a parkolóban, a bátrabbak még utasnak is felültek rá. A felállított sátorban a vajaspart mellett Lakatos Norbi asztala előtt hosszú sorban türelmesen várták a gyerekek, hogy megkaphassák a lufiukat. Eközben viszont már javában zajlott az aszfaltrajzverseny, ahol egy-egy szuperhős is megjelent. Hulkot próbáljuk megvalósítani, öten próbáljuk megrajzolni, és a zölddel dolgozunk. A felállított színpadon Grabarics István a Kalocsa Jövőért Egyesület elnöke köszöntötte a gyereknap résztvevőit. Egyesületünk 3 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az első gyereknapi programját, mely évről évre egyre népszerűbb lett a gyermekek és a szüleik körében is. Tavaly évben sajnos a pandémia miatt csak online tudtuk megtartani, ezért idén egy egész napos, színes, vidám, zenés nappal készültünk. Ezt követően dr. Filvin Géza, városunk polgármestere is köszöntötte a gyermekeket. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, ugye ez a pandémiás helyzet miatt nyilván itt az óvodák, iskolák is zárva voltak, rendezvénytartási tilalom is, és nagyon örömteli ez számomra, hogy ugye eljutott az ország védettsége már egy olyan szintre, hogy rendezvényt lehet tartani, és ezt Kalocsán pont a gyereknappal tudjuk megindítani. Ezen a napon senki sem unatkozott, aki kilátogatott a vajasparti étterem mellé. A színpadon délelőtt és délután egymást váltották a fellépők, de mellette a parkban Vácz Péterné kerekítő foglalkozásán is részt vehettek a kicsik. Délben pizzaszeletet és üdítőt kaptak az étteremtől a gyerekek, később pedig jégkrémmel kedveskedtek számukra. Augusztus végére felújítják a Vidacs utcai játszóteret. Mindezt dr. Filvig Géza közölte a gyereknapon, ahol elmondta, hogy 200 milliós játszótér fejlesztési program indul Kalocsán. A május 30-ai gyermeknap kiváló alkalmat adott arra, hogy kimondottan a családokat és gyermekeket érintő bejelentést tegyen Kalocsa polgármestere dr. Filvig Géza a rendezvény megnyitásán. Egy játszótér fejlesztési programba kezd a város, és ez az első látható eleme ez a Vidacs utcánál, a Vidacs utcai parkban kerül kialakítás, amelyet nyár végére már terveink szerint birtokba is vehetnek a gyerekek. Itt hálás vagyok Eperjesi Györgynek, ő ugye a Kék Lovagok elnöke, és az ő ötlete, illetve az őt támogató családok kezdeményezésére kezdtünk el ezen a projekten dolgozni, és nagyon szépen köszönöm a műszaki osztálynak, Boromisza Viktor osztályvezető úrnak, illetve a KIK Innovációs Központ Kft. Zsikó Zoltán
úrnak, hogy egy nagyon jó projektet raktak össze. 22-ben a Csajdakertben szeretnénk felújítani játszóteret a Paksi közi lakótelepen 23-ban, illetve az Érsekkertnél és a Szőlőközénél is játszótereket fogunk fejleszteni, felújítani, megújítani. Az előttünk álló 4 évben ez körülbelül egy 200 millió forintot fog felölelni, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó, nagyon határozott lépést tesz Kalocsa a gyerekek, gyerekprogramok fejlesztésére, és egy nagyon jó ügyet is szolgál, mert hát kiknek kedveskednénk, hanem a gyerekeinknek. Ez az a játszótér, amelyen jelenleg csupán pár hinta és kerti játék árválkodik. Erre a nagy, szabad területre szeretne a város egy modern játszóteret kialakítani. A lovagi kalandozásaink során rengeteg helyen járunk, és rengeteg szép helyszínt látunk, az ötlet is innen származott. Több városban, több helyszínen is olyan játszótereket láthattunk menet közben, kirándulásaink közben, amire megmondhatjuk őszintén, hogy megirigyeltük, és nagy örömünkre szolgálna, hogyha ez a mi kis városunkban is teret kaphatna, teret nyerhetne, és polgármester úr ezt az ötletet, ezt a kezdeményezést nagyon jó szívvel fogadta és támogatta. Így várhatóan nyár végére már birtokba is vehetik a kicsik a felújított Vidacs utcai játszóteret, és a következő pár évben az újabbakat is. Az elmúlt napok rendkívül csapadékos időjárása igencsak kedvezett a szúnyogok szaporodásának. A hamarosan kezdődő szúnyoggyérítés talán még időben érkezik, ami elsősorban a dunamenti települések lakóinak jó hír, hiszen több helyen már a kifejlett szúnyogok is megjelentek. A katasztrófa védelem tájékoztatójából megtudtuk, a szakemberek a kifejlett szúnyogok ellen elsőként a Tiszatónál 6000 hektáron lépnek fel, a lárvák ellen hatásos biológiai módszert pedig a Duna vonalán Budapesttől Kalocsán át Mohácsig mintegy 1000 hektárnyi vízfelületen alkalmazzák. Az esős májusi időjárás miatt néhol már kifejlett szúnyogok is nagyobb számban megjelentek, ezért ha az időjárás azt lehetővé teszi, a következő napokban megkezdődik az ellenük való védekezés. A kifejlett szúnyogok elleni készítményt földi úton, platós terepjáróra vagy kis teherautóra szerelt berendezésekkel juttatják ki az érintett települések belterületén. A kémiai módszernek 2 változata van. Az egyik a melegkötképzés, amelynek során az apró cseppekre bontott írtószer elosztását motorkeltette hővel segítik. Ezt a módszert főként növényzettel erősebben borított környezetben célszerű használni. A keletkezett köd rövid időre korlátozhatja a látási viszonyokat, ezért forgalmas helyeken nem alkalmazzák. A másik az ULV finomcseppes eljárás. Ennek alkalmazása során szintén apró cseppekben juttatják ki az írtószert, de hő hozzáadása nélkül. A permet felhő csak kismértékben észlelhető, a közlekedést nem zavarja, forgalmasabb területeken ezt a módszert használják. A kémiai eljárás során alkalmazott készítmény a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, hektáronként alig több mint 0,5 litert permeteznek ki belőle, kijuttatás után pedig néhány órával lebomlik. A permetezést késő este, éjszaka végzik, így a méhekre és más nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt. A szúnyoglárvák elleni védekezés csak közterületekre terjed ki, viszont a szúnyogok jelentős része magántelkeken fejlődik ki. Érdemes a kerti tárgyakból kiönteni az összegyűlt esővizet, a füvet pedig rendszeresen lenyírni, hiszen a szúnyogok előszeretettel bújnak meg az árnyékot adó növényzetben. Összeállt a 6. motoros vezetéstechnikai és családi nap programja. A szervezők június 19-én a Kalolingre várják az érdeklődőket, felnőtteket és gyerekeket színes, izgalmas tartalmakkal. Folyamatosan dolgoznak és jelen vannak a kalocsai és térségi mindennapokban a kéklovagok, legyen szó akár gyereknapról, vagy akár óvodai kerékpárok felújításáról. A sok-sok teendő mellett a járványhelyzet kedvező alakulása miatt az idei évben, június 19-én ismét megrendezik népszerű motoros vezetéstechnikai és családi napjukat is. Rendezvény nevét sorba véve lesz egy vezetéstechnikai programunk, ami egész nap folyamatosan zajlik a pályán. 3 trénerrel készültünk, Kovács Krisztián barátunk érkezik Szekszárdról, aki rendőrmotorosként is már benne volt a képzési feladatokban, illetve most is trénerként segíti a munkákat, illetve a mi munkánkat is így most már. Ő lesz a vezető,
mi két lovagunk, a road captainünk lesz az ő segítője, a segédtrénere, az ő vezetésükkel zajlik a pálya nagy területén a motoros vezetéstechnikai tréning, ahol a baleset megelőzési feladatokat, illetve motoros ügyességüket próbálják majd a résztvevők kicsikét fejleszteni, csiszolni, hiszen a közlekedésben a legfontosabb, hogy mindenki nagyon jól ismerje mind a saját, mind pedig a motorjának a tudományát is. Ezzel párhuzamosan zajlik majd a Csak Okosan motoros túra, ahol a résztvevők a környező településeket járják majd sorra, hogy különböző feladatokat oldjanak meg egy-egy előre kijelölt ponton. Igyekszünk olyan helyi vagy helytörténeti nevezetességeket megjelölni a túra útvonalon, ahol szelfizniük, fényképet kell készíteni, hogy ténylegesen ott jártak, majd ugye ezt töltik föl az eseményünkhöz, illetve majd a lovagok honlapjára és oldalára. Így ezzel igyekszünk egy kicsikét a környékbeli érdekességeket, nevezetességeket is promotálni, kicsikét fellendíteni. A helyszínen a család minden tagjának kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt. Kitelepül a Paks 2 interaktív sátorral, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek az atomerőmű létesítésének a körülményeivel, helyzetével, szabályaival. Várjuk sok szeretettel a Magyar Honvédség toborzóirodáját Szekszárdról. Szintén kitelepül Kalocsa városa, bemutatkozik a TDM sátrával. Várjuk, hiszen még erről nem is beszéltem, a legnagyobb vendégünk, akiket nagyon várunk, és köréjük építettük föl ezt a jótékonysági rendezvényünket, hiszen azt nem említettem, az egész egy ingyenes jótékonysági rendezvény lesz, ahol az Országos Sürgősségi Vérellátó Szolgálatot várjuk és hívjuk szeretettel Sárvári Zsolt Mackó vezetésével. Egész nap az ő részükre fogunk adományokat gyűjteni, ezzel segítve a munkájukat. Ők ugye egy országos szervezet, és főleg motorral látják el ezt a nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon szép szolgálatot, a vérszállítást. Őket hívtuk és vártuk, őket szeretnénk egy kicsikét megsegíteni, és az ő segítségükkel az Országos Véradó Szolgálat éppen frissen átadott véradó busza nálunk lesz első alkalommal éles bevetésen, hiszen a rendezvény teljes időtartama alatt véradási lehetőséget is biztosítunk a pályán. A legkisebbek Göncöl Péter népi játszóterét próbálhatják ki, de lesz arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás Lakatos Norbi jóvoltából, valamint ralliautó bemutató és motorsimogatás is. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5.146.949 fő, közülük 3.611.690 fő már a második oltását is megkapta. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 700.236 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 74.569 főre csökkent. 981 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 110-en vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt 24 óra adatait vizsgálva elmondható, hogy 156 az új fertőzöttek száma. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 804.538 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 idős beteg, így az elhunytak száma 29.733 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 700.236 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 74.569 főre csökkent. 981 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 110-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 53%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 37%-os átlaggal. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eest.gov.hu honlapon. Jelenleg Pfizer, Sinopharm korlátozott mennyiségben még Sputnik és egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.
Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenesen letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására. Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van. Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. További szép estét, viszontlátásra!